Több ezren dezertáltak az orosz hadseregből, sokan közülük a kazak fővárosban Asztanában bujkálnak. Mindegyikük ellen büntető eljárás folyik Oroszországban, ahol legkevesebb 10 éves börtönbüntetés vár rájuk. A nyugat befogadását várják, mint hiába. Amikor szül egy nő, nagyon erős fájdalmakat él át, mire új életet ad. Én is az élet lehetőséget adtam meg magamnak, miután nagyon intenzív fájdalmakon mentem keresztül, meséli Evgenyi, akit kitüntettek az ukrajnai háborúban, majd lábon lövette magát egy barátjával, hogy elkerüljön a frontról. Nincs olyan opció, hogy harcolni nem akaró oroszok dezertőrök biztonságos helyre kerülhessenek, folytatja. Pedig gazdaságilag sokkal inkább megérni a nyugatnak beengedni egy munkaképes fiatal embert, mint fegyverekkel ellátni Ukrajnát. Az ukrajnai orosz invázió óta az orosz állampolgárok által nyugaton benyújtott menedékkérelmek száma megugrott, de csak kevesen kaptak pozitív elbírálást. Teljesen más életem volt Kazányban. Volt munkám, pénzem, lakásom. Emberek dolgoztak a kezem alatt, meséli a dezertőr Farad. Itt kabátban élek, kabátokon alszom, üres a zsebem, nem tudom, mit teszek holnap. Nagyon lehangoló. Egy német és egy francia bíróság is kimondta, hogy azok az oroszok, akik megtagadják a harcot, menekült státuszt igényelhetnek. A gyakorlat azonban nagyon mást mutat. Inkább itt ülök, tengődök, szenvedek, mint hogy megöljek valakit egy zavaros háborúban, amelyért 100%-ban Oroszország a felelős. Nem, nem bántam meg, hogy dezertáltam, mondta el egy névtelenségbe burkolózó orosz. Az elmúlt 2 évben Franciaországban duplázódott, Németországban meg 3-szorozódott, az Egyesült Államokban meg 4-szereződött az oroszok által beadott menedékkérelmek száma. Azt nem tudni, hányan voltak közülük dezertőrök.